a group and swing lételeme a szórakoztatás, és az a könnyedség, amit mi a kezdetektől hivatottak vagyunk közvetíteni. Hát itt áll mellettem az igazi zsűri kedvenc, a group and swingből Réka. Réka, a dal címe, az valóban Jakucse Gabriellától jött? Nem. Ezt a dalt mindentől függetlenül írtuk, illetve a szöveg is ennek fényében készült. A szövegírónk Lombos Marci, amikor átküldtük a dal verzióját, ugye nyilván angol nyelven, akkor megkérdezte, hogy mit érzek a dallal kapcsolatban, és mondtam, tudod, ez ilyen igazán Rékás dal, olyan lányos, finom, nőies. Majd fél napra rá elküldte a szöveget Retikül címmel, és mondtam, hogy Marci, tényleg ennyire jól ismersz, hiszen azt írtad le, ami én vagyok, és azt mondta, hogy egyrésztről, másrésztről a feleségére gondolt, mert hogy ez mindannyiunk nők életében ez egy standard dolog, hogy a retikülünk, a táskánk tele van különféle meglepetéssel, hisz olyan, mint a női lélek maga. Kaotikus, de színes. Azért azt még mondjuk el, aki ugye való világot nézze, nem látja a retikült, hogy van egy ilyen műsora a Jakucse Gabriellának, csak ugye ez a műsorból nem derült ki, hogy erre gondolnak. Na hát, ha jól tudom, tegnap vagy tegnap előtt egy telt házas koncertet adtatok, ezek után a zsűrinek is ti voltatok a kedvencei. Egyébként ti gondoltátok, hogy mondjuk egy telt házas koncert után nyilván népszerűség nagy, de hogy a zsűri ennyire mellettetek fog állni? Ez egy hatalmas nagy visszaigazolás és boldogság, hiszen a group and swing lételeme a szórakoztatás, és az a könnyedség, amit mi a kezdetektől hivatottak vagyunk közvetíteni, hogy a közönségünk mellett a zsűri is, illetve újabb, azt gondolom, hogy újabb emberek találtak rá erre a boldogságra, erre a könnyedségre, amit mi közvetítünk, ez egy hatalmas élmény, és jó látni ezt. Nem beszélve arról, hogy nem is tudtuk, hogy a zsűri tagjai ismerik a group and swing zenekart, vagy hogy egyáltalán megvan a lemezünk, vagy hogy voltak lent koncerten. Nagyszerű élmény. És hát mit szóltatok T. Bialex kritikájához, hiszen elég jó kritikát mondott rólatok, igazi táncdal, fesztiválos dalnak jellemezte ezt. Ez legyen így, és ennek így van helye, hiszen nem akartunk mást alkotni. A zenekar profilja és színvilága ez. Tehát a boogie, a shuffle, a rock and roll, a swing, a könnyedség. Csinálhattunk volna bármi mást, de akkor az nem a group and swing. Fogtok bármi mást változtatni ezen a középdöntőre? Nem. Tovább gyakorolunk nyilván, hiszen nagyon fontos elmondani azt, hogy a zenészeink, az öt férfi, fiú zenész, aki mögöttem álltak, mert ugye a group and swing zenekar 10 főből áll. Ebből 6-an lépettünk fel ma itt a színpadon. Tudva lévő, hogy profi zenészek, jazz, illetve klasszikus zenészek, ehhez képest, amellett, hogy nem csak vokáloztak, énekeltek, még koreográfiát is táncoltak, óriási teljesítmény a részükről, hiszen ki léptek a komfortzónájukból, és egy olyan profilban kellett megmutatkozniuk, ami nem ők. Úgyhogy továbbra is gyakorolni fogunk, próbálni, és hajrá, hajrá! És hát végezetül elkerülhetetlen a kérdés, te is említett, hogy valójában 10 vagytok, ugye van még egy Gájer Bálintunk is, aki külön indul, versenytárs, vagy sem. Gájer Bálint a group and swing zenekar másik énekese, ugye ketten vagyunk a fronton. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes, de mindamellett nagyon jó dolog, hogy az ő szólódala is bejuthatott a 30 legjobb közé. Pont Bálinttal most beszéltünk telefonon, nagyon büszke ránk, és nagyon kedves üzenetet hagyott mindannyiunknak. Ugyanezt fogjuk tenni, nagyon szurkolunk, hiszen most az a feladatunk, hogy őt lelkiekben erősíteni tudjuk. Hajrá! És ha ő nem jut be, akkor ő lesz a vokalistád mostantól? Szó sincs erről! Iga, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Sziasztok!